acélos igazság. Magyar hangok. Dörner György, Vándor Éva, Szokolai Ottó, Maróti Gábor, Zubornyák Zoltán, Izsóf Vilmos, Koroknai Géza, Somlai Edina, Rosta Sándor, Spilák Klára. Magyar szöveg Barda Beáta, hangmérnök Steiner András, rendezőasszisztens Hornyák Mihály, vágó Gáspár Tamara, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Kosztola Tibor. A szinkron a Panoráma film megbízásából a Videóvok stúdióban készült. Magyarországon forgalmazza a Guild. Óra 30 van. Indulunk. Nyugi, John, ez a fekete tigrisekkel közös akció. Meg kell várnunk, van. Tudom, hogy nem bírod a pofád, de most egy oldalon állunk. Gyerünk, sok a duma. Azt mondtam, hadnagy, megvárjuk Kvant. 7:31 van. Késő. Fényképezte John M. Stevens. Tartsd nyitva a szemed. A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte Robert Burns. Ez csapda! Gránátok!
tűnés innen! Ezek felrobbannak! Vietnám, Kucsi tartomány, 1975. Semmi baj? Oké. Ezt állítólag közös akciónak szánták, Kwan. Isten hozott nálunk, Steele. Honnan tudtad, hogy én vagyok? Keresztre feszített partizán, patkány kézigránáttal. Ismerem a stílusodat. A raktár üres volt. Nem igaz, barátocskám. Gyere, nézd meg magad. Gyere csak. Arany. A CIA-tól ellopott 22 millió aranyban. Ez az én búcsúakció. Persze nem hallottátok, a háborúnak vége, uraim. És a zsákmány mind az enyém. Ha csak ti másképp nem gondoljátok. Nem, köszönjük. Ez nem áll érdekünkben. Élvezd az aranyat. Nyugi, Attila. Ahogy a főnök is mondta, a háborúnak vége. Vigyázzatok magatokra. Adjuk meg őket a partizánoknak. Nem fogjátok könnyen megúszni. Te parancsoltad, hogy lőjön. Nem. Azt parancsoltam neki, hogy öljön. Mégse tette meg. Rajta! Sok szerencsét, barátom. Lee! El kell tűnnünk innen, nem érted? Nem tudok menni. Nem tudok menni. Meghalok. Nem, ameddig itt vagyok. Na, gyere! Gyere! Tedd oda a többi mellé. Készen vagyunk, Ördi. Ennem van, fiúk, beszállás. Jön valaki. Jelszó? Harry, sokat beszélsz. Steele! Azt mondtad, meghalt. Úgy látszik, tévedtem. Hé, hey, John! Ez meg mit keres itt? Ez a parancs, John. Őt is visszavisszük. A nyavaját, ki akart nyírni bennünket? Mi az Istenről beszélsz? Nincs időnk vitatkozni. Visszarendeltek bennünket, a háborúnak vége. És Lee-vel mi lesz? Érte jön egy helikopter. Minden dél-vietnámit azonnal Saigonba kell küldenünk. Nem mehet vissza oda. A partizánok meg fogják ölni. Én is parancsot kaptam, John. Csak egyetlen vietnámit vihetek ki innen. Jó. Kwan marad. Lee jön. Te jössz, Harry.
Lee jön. Dél-Kalifornia napjainkban. Közkapitány! Menjünk innen. Várjunk. Várd meg, amíg az aranyfogú elmegy. Kezdhetjük? Gyerünk! Rendben. Nyugalom! Milyen régen volt kocsi? Hová tette cukipofa? A kocsiban, gyerünk! Vigyázz már! Vigyázz már! Sajnálom. Kiszállás! Hintőpor. Csapok ne! Ne! Hagyj szépen! Na, vigyétek innen, vigyétek! Na gyere szépen, gyere! Erre meg csak vigyázzatok! Az a szemétláda alaposan félrevezetett, és én bedőltem neki. De legalább az egyik köpött. Nekünk még ez se sikerült. Mert nem beszéltek vietnámiul. Ez bizalom kérdése is, Lee. Közel férkőztél hozzájuk. Az egész idő az kérdése. Én fajtámnak sosincs elég ideje. Miért vagy ilyen kérlelhetetlen saját magaddal? Hé, te vagy a legjobb ember az egész ázsiai különítményben. Mr. Kelso, végre megérkezett. Nyugalom, öreg fiú, nyugalom. Én is utálnék egy utánfutóban áldogálni. Mindjárt kapsz enni. Nyugi, jó van. Hé, Steele, hol a francba voltál? Bocs, Mr. Kelso. Ez a fickó itt hátul nagyon rosszul tűrte az utazásra. Hát így legalább ki se kell pakolni őket. Hogy? Nincs aukció? Ezeket az állatokat most eladtuk a Wilson fivéreknek. Wilsonéknak? Azok mészárosok, a vágóhídról viszik a lovakat. És téged kikérdezett. Te elhoztad a szállítmányt, ez minden. Mr. Kelso, ha megköti ezt az üzletet, kénytelen leszek feljelenteni. Te engem fenyegetsz? Ne merj engem fenyegetni. Ord el magad innen, haver, különben mehetsz vissza munkanélkülinek.
Hé, Steel, ezt hogy a francba képzeled? Teljesen elment az eszed? Egy kis nyilvánosság talán megnehezíti majd, hogy kutya eledelt csinálj belőlük. Viszlát, Kelso. Steel, ezért még alaposan megfizetsz. Undecided. Don't walk away. Don't run from yourself. It's not her or somebody else. It's not a rainbow you see through tears in your eyes. I think love is one-sided. Szóval hallottad, hogy mi történt? Ben felhívott. És akkor van hazaviszel engem? Rettentő szar egy hét volt. Lesz ez még szarabb is. Nézd, John. Ne, hagyjuk ezt, ne megyek, megyek. Nem érted mindig, amikor valami hülyes. Elég! Megcsináltattad már a féket a kocsiban? John, ez így nem fog menni. Ne kezd újra. Ne csináld. Hányszor mondjam még. What I'm looking to do is get my hands on you. That's why I'm sighing tonight. Her dancing eyes laugh so bright. John, azt hiszem beleszerettem valaki másba. Lehet, hogy ide jön a hétvégén. Akkor biztos, hogy nem viszel ma haza. Helyes fiú. Hm? Időnként felvesz egy-egy tiszta inget. É, Tracy, miért kell neked így bánod a volt férjeddel? Még megváltozhatok. John, te 5 éve akarsz megváltozni. És elegem van abból, hogy ilyenkor mindig be akarsz mászni az ágyamba. Akkor miért nem fogadsz el olyannak, amilyen vagyok? Makacs bajkeverőnek. Nem, köszönöm. Van még más lehetőségem is. Gyere, elviszlek Lee-ékhez. Maga John Steele? Nem megmondtam, hogy ezt nem úszod meg? Mit keresel itt, Kelso? Ez egy kocsma, nem mészárszé. Véged van, Steele. Ezen ne letartóztatom, engedély nélküli fegyver használatért. Ehhez talán a barátomnak is lesz pár szava. Úgy hívják, 3 lépés. És ha ő megharap valakit, az 3 lépés sem tud már venni. Add ide szépen 3 lépést, amíg gaja nem esik. Tenj nekem egy szívességet, és menj el a rendőrökkel, jó? Na jó, rendben, elmegyek. Látod, hogy megváltoztam? Hogy uralkodom magamat? Hogy milyen nyugodt vagyok? Hát hogy a francba ne? Sajnálom, tényleg nagyon sajnálom, de ha iszom, beregszem. Mindig ez van, ha iszom. Nagyon sajnálom. Szemétláda! Azt hiszem, ezért nagy kár volt. Tévedtem, John, megváltoztál. Sokkal rémesebb vagy.
teljesen rendben lesz minden a szombatesti szállításig? Van egy kis problémák. Csin hadnagy! Az új szállítmány Kopszongból vegyileg teljesen más hatású. Az, ami itt van, nem más, mint 100 kg szintiszta méreg. Nem a mi gondunk. A mi dolgunk az utánpótlás, nem a minőség ellenőrzése. Halálesetek is lehetnek. Az, aki fizet az élvezetért, egyben kockázatot is vállal. Sajnálatos módon minden felelősség a versenytársainkra fog hárulni. Ne aggódj! Lesz még arra a módot, hogy beszélgess a rendőr haveroddal. Na, mozog már! John! John! Még ez is. Mami, mit szólsz? Írtoklasszul megy, ugye? Olyan keményen gyakoroltál, én büszke vagyok rád. Na, és te mit szólsz, Nagyi? Nem szól semmit. Tosinroj, dodám. Nyugi, Nagyi, beneveztek az iskolai versenyre. És mit fog szólni John bácsi? Szerinted fog tetszeni? Nagyon. Ha egyáltalán ide ér. Ha egyszer az apád azt mondta, hogy itt lesz. Akkor itt lesz. John bácsi, már úgy izgultam. Azt hitted, hogy nem jövök el a koncertedre? Hm? Rólad elképzelhető. Hogy gondolhatod ezt rólam? Semmi pénzért nem mulasztanám el. Ó, veled meg mi történt? Tudom, hogy rémesen festek. Jó, hogy eljöttél hozzám, John Steele. Hello, Nagyi. Ezt nem szükséges lefordítani. Kenny, fuss el a boltba és hozzá friss halat. Ma előkelő vendégünk lesz vacsorára. Milyen rosszul néz ki, igaz? Igen. De mi majd kikúráljuk. Inkább ezt hallgass. Emlékszem, mikor még először hallottam játszani. Hogy megváltozott ez után, mi? Ja. Mint mindannyian. Emlékszel, amikor Vietnámban tüdőgyulladást kapott, és azt hitted, nem éri túl? Persze, hogy emlékszem. Valahogy azóta semmi nincs rendben. Semmi, Lee. Nézd, próbálj megnyugodni. Majd később beszélgetünk. Lee! Kösz. Felejtsd el. Többen jövök neked, mint egy kád víz.
mi van bele? Rendbe jön. Fent van és mosakszik. És szól valamit, szívem? Igen, ugyanazt, amit te. Két martini rendel. Nézzétek, ez itt egy rendőr meg a családja. Felesküdött arra, hogy megvéd titeket. Jól figyeljetek és emlékezzetek. Ez lesz a sorsotok, ha szembeszálltok a fekete tigrissel. Mi adjuk nektek a biztonságot? Mi védünk meg benneteket? Anya! Anya! A lányt kihagytátok, elintézni. Vigyeljetek és emlékezzetek! Csak a fekete tigris törvénye él. Semmi baj. Lee! Kenny! Semmi baja, semmi. Kenny! Nincs semmi baja. Menjen ki! Azonnal! Hallja? Menjen ki! Kezdődhet a munka. És a mi kisvárosunk Kalifornia állammal egyetemben büszke arra, hogy részt vehet a legújabb közös ázsiai-amerikai egészségügyi beruházás megvalósításában. És az állam megvalósítója Sung Van tábornok. Az az őszinte meggyőződésem, hogy ez a beruházás csak egy a sorban a lehetőségek között, amelyek a Dél-Kaliforniában élő vietnámi amerikaiakra várnak. Ezért van az, hogy a családom és én 35 millió dollárt fektet ebbe a neves vállalkozásba. A jövő
előttünk áll. Ön most politikáról beszél, Mr. Kwan? Miért ne? Minden lehetséges. Végül is Amerikában vagyunk, vagy nem? Köszönöm. Nagyon örültem a szerencsének. Köszönöm, nagyon köszönöm. Kérem, a viszontlátásra. Sajnálom, hogy zaklatnom kell tábornok, de egy újabb vietnámi családot gyilkoltak meg. A gyilkolásnak véget kell vetni. Hogyan segíthetnék? Mondjon el mindent, mi van a honfitársaival. Velünk nem állnak szóba. Megteszem, amit lehet. Ismertem azt a családot? Van Minh Le felügyelő. Ön még Vietnámból ismerem. Az orvosok most küzdenek az életért a kórházban. Ha valami gyógyszerre lenne szükség, vagy bármi másra, én majd segítek. Közösen kell gátot vetnünk az erőszaknak. Mr. Bennett, mások is maradtak életben? Ketten. A lánya és a régi barátja, John Steele. És nem változott semmi. Igazán sajnálom Lee-t és a családját. Hát ez nem túl sok. Mit tudsz erről az egészről? Steele! Steele! Beszélnünk kell. Lee-ről van szó. Ezt egy órája Lee házában találtuk. Ez itt az utcán jóval többet ér, mint 1 millió. Ez egy csapda, te is tudod. Arra senki sem költ ennyi pénzt, hogy befeketítsen egy zsarut. Most mégis ezt csinálták. Steele! Hova mész? Nem tudom, de tennem kell valamit. Mit például? Katonásdit játszani? Csak tessék, szállj szembe az egész vietnámi maffiával. Nem árt, ha tudod, hogy mire számíthatsz. Biztos, hogy a hullázban fogsz kikötni. Ha én nem segítek. Ezek nem egyedi esetek. Ez szervezett bűnözés, kábítószer, prostitúció, zsarolás, leszámolás. Terrorizálják a saját fajtájukat. Nagyok ebben, nagyok. Majd nézd meg magad. Ez nem vicc. Szépen összerágnak, aztán kiköpnek. Én meg itt állok majd két megoldatlan gyilkossága, a tisztességes zsaru meg a gonosz. Vagy hagyod, hogy én diktáljak, vagy téged is bekasztizlak, és azt tudod, hogy mi várod bent a volt zsarukra. Hagyd, hogy én diktáljak, John, és még az is lehet, hogy visszakapod az állásod. Így szúrtad el az életed. Nem azt csinálod, amihez értesz. John, Lee meghalt a műtőasztalon. Sajnálom. Nagyon vékony jégen jár, csak meg kell egy kicsit lökni. Te vissza akarod őt venni? Nem vagyok olyan hülye. Nem akarom visszavenni. Csak szabadon engedni.
Céloz! Tűz! Pihenj! Céloz! Tűz! Pihenj! Miközben tisztársai búcsút vesznek tőle, a gyanú árnyéka vetül Lihadnagy jó hír nevére. Csak egy átfogó vizsgálat tisztázhatja azt, vajon ő is részt vette az illegális kábítószer kereskedelemben. Tábornok. Mr. Kwan. Apja elhunytával önt súlyos veszteség érte. Remek ember volt. És remek katona. Ha egyikünk meghal, mindnyájan egy kicsit meghalunk. Gyászodban mi is osztozunk. Üdvözlöm, Simon szörnagy. Rég nem láttuk egymást. Sajnálom, hogy így kell újra látnunk egymást, tábornok. Megjött John bácsi. Megölte a társamat, a tető! Megölte Lit és családját! Mint mindig, Steele, most sem tudod, hogy a francot beszélsz. Nyugi, John! Már az ember gyilkos! Nem, Steele. Az az ember a fiam. Nem tudsz mit felhozni Kwan ellen. Szállj le róla. Mégis kinek az oldalán állsz? Na, mit gondolsz? Ha a rossz oldalon, velem gyűlik meg a bajod. Szállj ebből ki, John. Erre nem vagy felkészülve. Csak figyelj. John! Egy tiszteletre méltó polgárt letartóztatni? Mr. Steele, ne nevettessen. Nincs olyan bíró a világon, aki kizárólag a maga vallomása alapján ítéletet hozna. Belőlem pedig bohócot csinálna, mondván, hogy csak az idejét pazarlom. Ha olyan ügyész lennék, amilyen nem vagyok. Magáról köztudott, hogy alkoholista ex-rendőr. 5 éve rúgták ki a testülettől parancs megtagadás miatt. Ami a szava hihetőségét illeti, Mr. Steele. Maga egy szép nagy tupla nulla. Viszlát, uraim! Már a bíróságon kellene lennem. Arról van szó, hogy hidegvérrel kinyírtak egy rendőrtisztet és a teljes családját. Miért nem teszi a dolgát? Ne maga mondja meg nekem, hogy mi a dolgom. Mindenre kiterjedő nyomozást végeztem. Nyomozást? Akkor legalább 30-40 szemtanúnak kell lennie. Sajnálom, John. Lee szomszédai nem láttak és nem hallottak semmit. És mindehhez képest Mr. Fan Van Kwannak van 30 szemtanúja, akik szerint egy percre sem hagyta az igazgatósági ülést a gyárban.
egész röviden szólva, Mr. Steele, ennek lőttek. És mi van Kvánnal? Maga a város egyik legbefolyásosabb emberéről beszél. Ami sok, az sok. Hold el magad. Azonnal. Tévedés, uraim. Mr. Steele nem megy sehova sem. Mr. Kván vádat emel ellene gyilkossági kísérletért. Uram? Ismertesd a jogait. Jogodban áll nem válaszolni. Ha nem érsz ezzel a joggal, nem tudom megtenni, főnök. Gyere! Bocsáss meg, apám! Milyen hibát követtem el? Egyetlen egyet. Őt életben hagytad. Steele ezt 12 éve a mellembe vágta. Megesküdtem arra, hogy egy nap visszaadom. Eljött az a nap. Riz megengedte, hogy beszéljünk. Mi van az óvadékkal? Ezúttal a vádemelésig nem lehet szó óvadékról. Miért csinálják ezt, John bácsi? Nem tudom, Kemi. Ugye nem igaz, amit apámról mondanak? Nem. Ne izgulj, mindent rendbe hozunk. Mindig mellettem van. Lejárt az idő, Steele. Mennem kell. Nincs semmi. Minden rendben jön. Na jó, abba hagyni! Tudod, mindig ezt mondják. Na, vegyél csak! Na, vegyél! Sajnálom! Na, miért?
Jó reggelt. Oh! Mi a felét keresel itt, Steel? Segíts nekem innen kijutni. Befejezhetem előbb a reggelimet. Nézd, Rész. Már csak egy éved van az előnyugdíjig. Na, mit szeretnél inkább? Szép nyugdíjat, vagy pedig szép hosszú szenvedést? A nyugdíj. Már csak néhány részletet kell a hajóra kifizetni. Ugye értesz engem? Á, igen, értelek. Honnét van ez a rohadt kés? Ott volt. Valakinek a bordái között. Te minden szabát megszegtél, ez most már zsarolás. Érted, amit mondok? Érted? Ez meg mi? Nem én vagyok az ügyeletes. Tudsz arról, hogy behoztak ide két vietnámi foglyot, és meg akartak ölni. A társai meg Kemit. Hadd beszéljek velük. Már késő. Ők most már Budhával reggeliznek. Gyerünk. Na. Oké, okay, csak nyugi, Steel, csak nyugi. Nincs itt semmi vész. Itt minden rendben. Ellenőrizd a hátsó traktust. És közd meg a nyakkendőt. Itt Tracy Bethel. Ma az Elegance Princess Hotelban dolgozom. Ha szükség van rám, ott elérhetsz. Viszlát. Az Alicante Princess Hotelben van. Add fel, John. Ha igazad beszélsz, hátvéd nélkül nem megy. Még mindig nem hiszel nekem, ugye? Most hová mész? Ne hagyj engem így itt. John, hová mész? Ne hagyj ide láncolva a telefonfülkéhez! Rendben, hiszek neked! Istenben, te hülye! Rendben, segítek neked, elhiszem! Na gyerünk, kell még néhány egység. Rajtam kívül senkit se kapsz. Csodálatos! 5, 6, 7, 8. 5 perc szünet mindenkinek. Ellen, nem tudnál Dallasra több fényt adni az átkötésnél? Álljatok vissza, kamerát is visszaállítani a kezdéshez. Na, neked hogy tetszett? Fantasztikus. Egyszerűen fantasztikus. Igen? Igen. Éhes vagy? Egy kicsit sem, nem? Ne egy kicsit. Miért nem mész be, hogy egyél valamit? Én meg majd utánad megyek, ha végeztem. Rendben. Na, menj. Nem sokára jövök. You're looking
fenét kereselik. Hol van Kemi? Miért? Mi a baj? Mindenki gyerünk, el kell vinnünk innen, most, azonnal! Tűnés innen! John, mi a fenét csinálsz? Tűnés innen, gyerünk el! John! Bent a szállóban, mosolj le! Mi történt? Mi a baj? Részi, hasonlj le! John! Kemi! Azt mondtam, hasonlj! Feküdj! Azonnal vidd el innen Kemi, John. Nem hagyhatlak itt így. Pedig muszáj. Őt keresik, nem engem. Biztos vagy benne? Nem lesz semmi baj, semmi. Most meg mit csinálsz? Sajnálom, öregem, de tudnom kell, amit te tudsz. Megmondtam, hogy hasonlj le. John! Micsoda jó játék. Mérgezett. Fogd csak. Engem is majdnem elintézed. Őt is megtalálja. Hozom az autómat. Jó. Gyere, segíts. Menj odébb, én vezetek. Dehogy is, ez az én autóm. Csukd be az ajtót. Sose hallgatsz rám. Arra is hagy gázt. Rázd le őket! A francba! Á, nem! Ingem, kérem. Nem, nem maradhatok itt. Te most viccelsz? Én most véreztem össze egy 80 dolláros inget. Jó.
Mi van Steele-el? Életben van. Egyelőre. Igaza volt, tudod. Meg akarták ölni a lányt. Pihenj egy kicsit. Főnöke! Túl szigorú voltál hozzá. Ez az én gondom. Ilyen ócska kis komédiát játszol. Két hétig nem akarom látni a pofán. Ez parancs. Kérem az igen, már itt sem vagyok. Az én üzemem a legtökéletesebben van felszerelve. A magánkikötőmbe hozhatják be a csónakjaikat. Nem tart 3 percig sem, hogy kirakjuk és továbbítsuk az árut. Ez lenyűgöző, Mr. Kwan. Ön minden igényünket kielégíti ezzel az üzemmel, amelyet közösen működtet a várossal. Egészen megnyugodtam. Ez már majdnem olyan, mintha közvetlenül a kormánytól venném az anyagot. Mi Mr. Spinelli-re számítottunk. Teljesen őszinte leszek. Az apám döntött így, hogy maga helyett engem küld. Tudja, dühös egy kicsit. Megtudhatnám, hogy miért? Jobb szerette volna, ha a maguk szervezete egy kicsit visszafogja magát. Meg kellett oldanom egy nyomasztó magánügyet. Egy lövöldözés az Alicante Princess hotelben nem igazán magánügy. A szombati szállításnál nem jön majd közbe semmi. Ha meg akar erről személyesen győződni, szívesen fogjuk látni. Az apja megsért minket azzal, hogy önnel üzenget. Az ön fia mindig ilyen tiszteletlen. Elnézést kérek a nevében. Remélem ez a Steele nem rontja meg a kapcsolatunkat. Mert ez ebben a pillanatban nagyon ígéretesnek látszik. A méreg hatása mindjárt elmúlik. Biztos, hogy nem lesz baja. Jó, igen, rendbe fog jönni. Most már csak életben kell valahogy tartanunk. Nem törölhetsz el 12 évet. Miért nem? Akkor volt rendben utoljára minden. Akkor volt utoljára rendben minden? Nem úgy értem, ahogy gondolod. Lének igaza volt. Neked még tart a háború, csak a hadszintér lett más. Nem sokára véget ér. Nem, attól semmi sem fog megváltozni, hogy Kvant elintézed. Még akkor sem, ha túléled. Akkor majd keresel magadnak egy másik Kvant. Közöttünk mindennek vége, John. Elmúlt. Kemiről gondoskodom. De ha szeretsz minket, ne várd, hogy végignézzük, amint öngyilkos leszel. Ez túl nagy ár. Fire!
Jó napot! Segíthetünk önnek valamit? Bocsánat, én keresek egy Chin nevű hadnagyot a fekete tigrisektől. Mielőtt találkozik a fekete tigrissel, találkozik a halállal. Maga nem tartozik közé. Tűnés! Dicsőség meghalni a fekete tigrisért! Remek. Azonnal ki is próbálhatjuk. Vagy megtalálom a fekete tigris 10 másodpercen belül, vagy tiéd a dicsőség. Hm? 10, 9. Szépen fogy az időt. 6, 5, 4. Na, mit látnak szemei? Chin hadnagy Kwan tábornok legkiválóbb tisztje. 3 kivégzés, sok kitüntetés. Na, vagy megszólalsz, vagy dicstelenül végzed. Akárhogy is, van egy üzenetem Kwan számára. Steel visszatért. 10, 9. John bácsi, ott az a rengeteg őr. Hogy akarsz te oda egyáltalán bejutni? Azt még ki kell találnom szombat estig. Az apádnak meg nekem remek terveink voltak. Jó lenne, ha itt lenne. Hé, várj! Én azt hittem, hogy mindent egyedül te csináltál. Kemi, mi partnerek voltunk. Ott aztán senki sem maradhatott életben. Egyedül nem? De apa elmondta, hogy te hányszor mentetted meg az életét. És azt nem mondta el, hogy ő hányszor mentett meg engem? Bácsi, honnan vetted a csónakot? Remek. Tényleg? Egész biztos? Na figyelj, ellenőriztem a reptereket, pályaudvarokat, buszvégállomásokat. Sehol sem mutatkozott, úgyhogy lehet, hogy meglépett. Steel? Nekünk nem lehet olyan szerencsénk. Már elkezdte a leszámolást, és elő vagy utóbb összeszedhetjük azt, ami megmaradt. De ezt téged is magával ráthat, tudod? Ez benne a kockázat. Ez benne a kockázat? Megmondjam a véleményem? Ezúttal túl messzire mentél. El akarsz kezdeni parancsolgatni? És vállalod is majd érte a felelősséget? Rögtön gondoltam. Igen? Ezüst tálcán nyújtom át neked, Van fejét. Annyi bizonyítékkal, hogy még egy ilyen fafejű zsaru, mint te se tudja elszúrni. És Bennett, mindjárt piacra dob az utcán 100 kilónyi mérget. Majd én elintézem, mert te túl lassú vagy. John bácsi, én félek. Mégse kéne ezt csinálnod. Semmi az egész, Kemi. Bemegyek, kijövök. Apáddal is mindig így csináltuk. De apa most nincs itt.
De te igen. Ugye tudod, mi a dolgod? Igen. Ugye nagyon óvatos leszel? Megpróbálom. Szeretlek, John bácsi. Rendkívüli, uram. Egyszerűen rendkívüli. Na, pihenjünk egy kicsit. Innék egy kis kávét. De hozassunk valaki bele. Te jó Isten! Ilyesmit még nem használhattak Vietnámban. Hogy jutottál be ide? Téged keres a rendőrség. És Kwan is. Kwan? Csoda, hogy még élsz. Próbálkozik. Mi a fenének csináltad? Megszökni a börtönből? Miért nem hagytad, hogy segítsek? Ah, tudom, azért, mert őrnagy vagyok, lusta és lassú lettem, ugye? Harry, túl sokat beszélsz. Ennyit a lassúságról. John, mindig is gyorsabb voltam nálad. Még most is, Harry. Ne neves, még rondább vagy, ha nevetsz. Láttam ott kint az autódat. Klassz kis kocsi. Szolgálati, John. Ne nyúlj hozzá. Mit akarsz tőlem, John? Egy szívességet. Csak egy szívességet, Harry. Ne csinálj ilyet. Kwan emberei profik. És Kevit keresik. Egy hadsereg tudja csak megállítani őket. Ezért jöttem. Elment az eszed. Rendben, értem, de legalább hadd segítsek. Valahogy biztos tudok segíteni. Persze. Mondd azt, hogy meg akartál állítani. Oh. Bocs, Harry. Hát nem csodálatos, hogy az egyszerű gyávaság hogy szülhet jó tetteket? Biztos, hogy mindent elmondtál neki? Az igazat, kérlek. Minden, tábornok úr. Remek. Ez igazán megnyugtató. Az adósod vagyok. Apa. Ne most. Később. Mi lesz a családommal? Róluk majd mi gondoskodunk. Azt hiszem, a kezünkbe adtad az ütőkártyát. A megfelelő árért, tábornok. A megfelelő árért. Mint rendesen. Egy hosszú és gyümölcsöző kapcsolatra.
Pete, van valami hír Steve-ről? Nem, uram, még semmi. Meg kell tőzni a járőrt a kikötőben. Mondd meg a kvánt figyelő fiúknak, azonnal tudni akarom, ha megmoczant. Igen, uram. Ken, te mit keresel? Bocsánat, Bennett kapitány, nem John bácsit keresi? Ah, én keresem. Az ügyész keresi a megyei börtön, meg az amerikai hadsereg. Fenében voltál. Most kötünk üzletet, vagy nem? Előbb meg szeretném vizsgálni az árut. Én is. Ez meg mi? Talán valami rossz tréfa? Miről beszélsz te itt? Ez a legjobb kokain, ami csak kapható. Kokain? Ez nem kokain! Akkor meg mi a fene? Ez szintőpor! Ez őrültség. Az ára. Most már 75 ezerbe kerül. Te disznó! Legyen 100 ezer. Akkor csináld! Az volt a dolgom, hogy megállítsam. Most te jössz.
Nincs sehol! Ez egy kígyó! Na, nem veszélyes. Megharapott! Nem veszélyes, nem mérges. Egy! Kettő! Ez a kígyó állítólag nem veszélyes. De az! Én vettem! Á, túl rendes vagy hozzám, John. Sokba vagy te nekem. 12 éve 20 millió dollárom úszott el miattad. És most megint sokba kerülsz. Hidd el, John! Sosem akartam bántani Lee-t és a családját. Mondj valamit, John! Csak ketten vagyunk. Mind a ketten elmehetünk. Ezúttal nem lehet. Tudtam, hogy megértesz. Harry, túl sokat beszélsz. Isten hozott a buliban, Steve. Harry szúrta el Kván. Talán. De nekem van még egy lap. John! Ezt nevezed lapnak? Azt hittem, hogy a feleségedről beszélünk. A volt feleségemről. Mi az, hogy a volt feleséged? Az, hogy elég rossz védő pajzs vagy. Ha jól emlékszem, azt mondtad nekem, hogy szálljak ki az életedből. Úgy érted, nem is bánok, ha megölöm. De, sőt, segítek. Meglepetést szereztél, Steve. De tényleg lelőtted őt. Nem volt egész. Tőle tanultam, hogy kell nőket gyilkolni. Megölted a fiamat, és ezért még meg fogsz fizetni. Tracy! Tracy! Ébresztő! Itt vagyok. Jól vagy? Ha? Jól vagy? Au. De csak egy riasztó lövés volt, egy kis homok volt benne, szinte semmi az egész. Ez volt a szinte semmi? Még nincs vége, John. Még nem. Rád várok, Steel. Ott, ahol minden kezdődött. Az alagútnál. Na jó. Fogd ezt. És hívd Benettet. Ne felejtsd el. Hívd Benettet.
Jövök már, Steel! Elhozott a pokolban, mindig van egy lapom, Steve. Ez nem Vietnám, Kván. Innen csak az egyikünk fog távozni. Az egyetlen törvény, a fekete tigris parancsa. Yeah!
Én vagyok az egyetlen igazság. John. Azt hiszem, tartozom egy bocsánatkéréssel. Lee-nek tartozom. Nézd, John. Azt lehet venném egy jó zsarunak. Látod, Tracy? Vissza tudom tartani magam. Le tudok higgadni. Tudok magamon uralkodni. Hát azt nagyon tudsz. Menjünk haza, jó? Szállj be! A francba, Steele! Ne szúrd el megint! Szükséged van arra az állásra! Csak mi ránk van szüksége? Hé! Hé! Ez az én kocsim! In my heart there's a vengeance. The fury still burns in my mind. The only way out of this nightmare is laying my life on the line. Just like I'm back in the jungle, where only the strong can survive. They'll try to break the will of a man. From the fires of hell, no longer an angel of mercy, my